A szomszédunkban zajló ukrán-orosz háború kapcsán Magyarország biztonsága az első címmel Benkő Tibor honvédelmi miniszter tartott előadást Pécsen. Mint ismert, 5 NATO tagország katonái érkeznek a Dunántúlra, hogy ott a szövetség magyar vezetésű hadcsoportjához csatlakozzanak, és a magyar honvédség bázisain közös kiképzéseken, gyakorlatokon vegyenek részt. Magyarország honvédelmi haderőfejlesztési programja jó irányban halad, mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Ezt a honvédelmi haderőfejlesztési programot azért indítottuk el, mert már akkor is láttuk, érzékeltük, hogy a világ biztonság politikai kihívásai megkövetelik, hogy Magyarországnak legyen egy erősítő képes magyar honvédsége, ez a magyar honvédség legyen a térség meghatározó ereje. Elindítottuk ezt a programot 2017-ben, és azt lehet mondani, ahogy korábbiakban is fogalmaztam, hogy ütemterv szerint haladunk, amit beterveztünk, azokat a beszerzéseket végrehajtottuk. Amiről szól még ez a honvédelmi haderőfejlesztési program, az nem csak a technikai eszköz, nem csak a hadi ipar megteremtése, nem csak a kutatásfejlesztés, hanem ennek a tulajdonképpen a katonai ága, maga az ember. Kiképzés, a felkészítés, az oktatás, a hazafias honvédelmi nevelés, az önkéntes tartalékos katonai szolgálat, és ha azt mondom, hogy ez a hazafias honvédelmi nevelés ma már mintegy 100 oktatási intézményben van jelen, akkor ez is azt mutatja, hogy nem csak az eszközök beszerzésével haladunk ütemesen, hanem ebben a hazafias honvédelmi nevelésben is, az oktatásban is egy nagyon szép eredményt értünk el. A másik ilyen kiemelkedő eredmény az önkéntes katonai szolgálat, mely része a honvédelmi programnak. 2010-ben mindössze 17 önkéntes tartalékos katonája volt az országnak, most pedig 11,500 van. Ha csak a számadatokat nézzük, akkor is elmondható, hogy gyors ütemben zajlik a haladás. Az eltervezett feladatokat sikerült végrehajtani. Amikor a saját nemzeti képességeinket fejlesztjük és erősítjük, akkor ezzel együtt fejlesztjük és erősítjük a szövetség, a NATO képességeit is, mondta a honvédelmi miniszter. Magyarország békéje és biztonsága mindig elmondjuk, hogy alapvetően 3 fő összetevőből áll. Egyik az a nemzeti képesség, Magyarország nemzeti katonai képessége, amelynek erősnek kell lenni. Erről szól a honvédelmi nevelésünk, erről szól a honvédelmi fejlesztési programunk. Ennek a másik része az a szövetségi rendszer. Tehát, hogy a NATO-n belül kell nekünk érvényesíteni ezt a felkészültséget, ezt a védelmi képességet. A harmadik része, a harmadik lába pedig hát az elkötelezett magyar embereken múlik, ők milyen formában tudnak azonosulni ezzel a haza fogalmával, a haza védelmével, és ez a 3 egységesen adja Magyarországnak a védelmi képességét. Sok-sok összetevőből áll még ez természetesen. A tárcavezetőnek ez már a 40. helyszíne országos előadásainak során. Tapasztalatait megosztott a stábunkkal. Rendkívül fontos, hogy a magyar emberek kapjanak információt, tájékoztatást, több okból kifolyólag. Amikor ezt 2019-ben elindítottam, akkor mi még nem láttuk az ukrán-orosz háborút, de akkor is láttuk azt a biztonsági környezeti változásokat, amelyek arra inspiráltak minket, hogy lássák, hallják a magyar emberek, hogy miért tesszük ezt a honvédelmi haderőfejlesztési programot. Hogy mi a tapasztalat? Általánosságban azt tudom mondani, hogy a hallgatóságot mindig érdekli a honvédelem kérdése. Mindig érdekli, mindig látom a bólogató tekinteteket és fejeket, amikor mondom, hogy honnan, hová jutottunk el a múltba, hogyan építették le ezt a magyar honvédséget, hogyan kerültünk abba a helyzetbe, hogy egy teljesen új alapokra helyezett magyar honvédséget kell most nekünk építeni. Miért tesszük ezt? Milyen ütemben? Az, hogy mennyire aggódnak, vagy mennyire félnek, ez mindig a biztonsági környezettől függ, és attól a témától, amiről mi beszélünk. Tehát nyilván másként
látom az, akiknek van valamilyen katonai múltjuk, tapasztalatuk, hogy ők hogyan dolgozzák fel ezt a honvédelmi haderőfejlesztési programot, vagy éppenséggel mit jelent ez az ország észak-keleti részén élőknek most, amikor oda megyek-e, és ott tartok ilyen tájékoztató előadást. Nyilván ők még inkább aggódnak, még inkább félnek. Vagy akik foglalkoznak ezekkel a hírekkel, hogy mi történik most Ukrajnában, akik úgy beleélik magukat. Tehát én azt látom, hogy a honvédelem kérdése az a jelenlévők mindegyikét érdekli, hogy ki milyen mélységben foglalkozik a kérdésekkel, a témákkal, az pedig eltérő, ez függ a helyszíntől is, meg függ a témától is. Hoppál Péter a térség országgyűlési képviselőjének meghívására érkezett a megyeszékhelyre, Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A politikus egyben az esemény házigazdája is volt. Megerősödhettünk abban, hogy a kormány a jelenlegi nemzeti polgári kormány kezében nagyon jó helyen van a biztonság kérdése, és személyesen az ő katona miniszteri mi volta is garanciát jelent arra, hogy Magyarország nem sodródhat bele ebbe a háborúba, és hogy a békénk és a biztonság mindenek feletti megőrzése az egy kormányzati különleges vállalás, ami felett maga a honvédelmi miniszter is erős eszköztárral őrködik. Benkő Péter honvédelmi miniszter pécsi tájékoztatója során válaszolt a hallgatóság kérdéseire is. A fórumnak a Református Gimnázium sportcsarnoka adott otthont.